Térjünk át Franciaországba. Kérek szépen egy helyszínt és egy kort. A kor az a 18. század vége, a helyszín az pedig Kis Trianon és a Francia Pavilon. Uh-huh. Ez pedig a Marie Antoinette cukrászda, vagyis a Patisserie Marie Antoinette. Lesz. Hát reméljük, hogy néhány hónapon belül lesz. A homlokzat fel van húzva, ezt te csináltad? Igen. Ez egy neoklasszicista homlokzat. Az alapja az rétegelt lemez, egy 10 mm-es rétegelt lemez. Erre van ráépítve egy speciálisan megerősített balzafából, kartonból és folyékony fából felépített gyakorlatilag egy stukkó rendszer szinte. Mivel Franciaország középső és felső részén nagyrészt mészkőből épülnek a házak, tehát az Île-de-France területen, így ez az épület is mészkőből készült. Láthatjuk az alján az elszíneződéseket. A mészkő nagyon könnyen magába szívja a talajból a nedvességet, és hogyha nem renoválják, akkor nagyon csúnyán el tud színeződni. Ami annyiban tér el a magyar salétromozódástól, hogy mivel ott ugye a mészkövet nem vakolják, mert minek, ezért a mészkőn alakulnak ki ezek a különböző elszíneződések. Itt az épületnek a külső homlokzata az egy körülbelül 5 éve került felújításra, ezért láthatjuk, hogy ezek az elszíneződések nem annyira brutálisak. Tehát egészen szép tiszta a mészkőnek a színe, a saját természetes, kicsit mészszerű, búzaszőkeszerű színe látható. Hát ez komoly. Építési engedélyeket be tudod adni? Persze, igen, és szakértő is van a családom, mert édesapám építész, úgyhogy... Tényleg? Igen. Na, és minőség ellenőrizte? Ő nagyon kemény bírálom, igen, minőség ellenőrizte, és elégedett volt az eredménye, sőt, édesanyám is azt mondta, hogy szívesen lenne olyan kicsi, hogy ebbe beköltözhessen. Na nézzük, hogy mi az, ami ide aztán valóban be fog költözni. Hát ezek a kis bútorok. Mert hogy egy pontosan, cukrászda. Pontosan, ez egy cukrászda lesz. A cukrászda alapjául a La Durée szolgált. Azon belül a londoni Harrodsban lévő La Durée, legalábbis a pult szempontjából. Jó, aki nem ismeri, annak mondjál róla valamit. A La Durée az egy 1863-ban megalakított francia cukrászda. A leghíresebbek azok a makaronjai. Ez gyakorlatilag két kis mandulás habcsók összeragasztva. Az angolok úgy is hívják, hogy double decker makaron, a buszukról elnevezve. Gyakorlatilag ez volt az az édesség, ami a La Durée-t híressé tette világszerte. És ma már Franciaország mellett Angliában, Japánban és Amerikában is vannak üzletei, illetve megnyitottak az első La Durée cukrászdák Törökországban is. Azt kell róla tudni, hogy ez egy nagyon, nagyon elegáns cukrászdalánc, aki annak idején elsősorban a felső polgárság kiszolgálására szakosodott. Az enteriőrök azok mindig a régmúltat tükrözik, tehát általában neoklasszicista vagy 16. Lajos korabeli kialakításúak. A padló az általában márványborítású, a pultok egy része is márványból készült. A székek azok kárpitozottak, és nem hagyományos tonett székek, amik például az osztrák kávéházakban szokásosak voltak, hanem inkább 14.-16. Lajos korszakát, korát idézik meg. Itt számtalan luxus kiállítású édességet találhatunk, elképesztő tortákat, gyümölcsös süteményeket, eklerfánkokat, az úgynevezett religiózt, ami szintén a franciák találmánya. Mennyi munkaórád volt ebbe, azt még hadd tudjuk meg. Hát tavaly augusztusban kezdtem el építeni, egy idő után feladtam a munkaórák számlálását, de már mindenféleképpen 1000 óra fölött járunk. A külső kialakítása az roppant időigényes volt, hiszen minden egyes tukkot egyesével kellett megépíteni, és a belső közül csak a pultnak a megépítése több hetet vett igénybe. Mikor lesz kész teljesen? Hát remélhetőleg karácsonyra.